Évente kétszer tartanak olyan értekezletet a nagyatádi közoktatási intézményben, mely az óvodák és az általános iskolák összes dolgozóját érinti. A tanév kezdete előtt néhány nappal az intézmény a Bárdos Lajos általános iskolában szervezte meg alakuló értekezletét, ahol Szakányné Pintér Mária főigazgató elsőként a dolgozók létszámának alakulásáról tájékoztatta a pedagógusokat. Az önkormányzat még tavaly decemberben írt elő nekünk egy létszámcsökkentést, amit a tanév végéig kellett végrehajtanunk. Ez részben a szervezeti átalakítás miatt egyszerűbben megoldódott. Ezt a június 15-ig végre tudtuk hajtani, 9 fővel kellett az intézmény létszámát csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy a nagyatádi közoktatási intézmény 249,5 dolgozója helyett az engedélyezett létszámunk most 240,5. Ezen a nyáron az intézményből jóval többen távoztak a dolgozók közül, mint az elmúlt években bármikor is. A nyári változások tulajdonképpen most elég nagy mozgást mutattak, de ezt a törvény adta a nyugdíjazási lehetőségek. A nőknek a 40 éves és a korkedvezményes nyugdíj igénybe vétele az, ami egy kicsit lendített most itt ezen a számon, hisz 21-en távoztak a nyár folyamán, augusztus 31-e bezárólag majd az intézményünkből. Ez tanárt, óvónőt és technikai dolgozót egyaránt érintett, azonban az ő helyükre nagy részt már megtalálták az új kollégákat. Valamit azonnal be kellett tölteni, hisz a feladatellátás így kívánta meg, és van, ami pedig folyamatosan történik, még szeptember 1-ével is, mert van, aki majd csak augusztus 31-ével távozik az intézményünkből, és akkor tudjuk majd ezt megvalósítani. Ahhoz mérten, hogy milyen feladatokat kell ellátni az intézménybe, milyen területeken kell dolgozni, természetesen figyelembe vesszük, hogy takarékosan és odafigyelve, de a feladatellátást biztosítva tudjuk ezt megtenni. A gyerekek létszámában azonban nagyobb változás nem lesz. A bejövő első osztályosok közel a kimenő 8. osztályosok számát adják, így 1000 körüli tanuló létszámmal dolgozunk a két nagyatádi iskolában majd, és a háromfai tagiskolával együttesen ez a tanuló létszámunk. S mivel az egykori babai iskola a Bárdos iskolához integrálódott, a szervezeti változás maga után vonta, hogy a vezetők kinevezése is megszűnt, így a Bárdos iskola vezetését megbízott igazgató látja el. A megbízott igazgató Szilágyiné Dorcsi Gabriella lett, és a két helyettese Balláné Fellegi Anikó és Szabó Miklósné. Ez természetesen pályázat útján kell majd ezt az állást betölteni, ami a tanév folyamán kiírásra kerül, és a pályáztatást lefolytatjuk, annak a mi szervezeti és működési szabályzatunkban megfogalmazottak szerint, és hát így lesz majd végleges vezetője az intézménynek, de a megbízásnál is nagyon körültekintően igyekeztem eljárni, nem egy személyi döntés volt. Megkérdeztem a pedagógus kollégákat, az érdekképviseleti szerveket az intézményben, és a vezetőtársaim véleményét is kikértem. Ez hozta ezt a döntést. A pedagógusokra az iskola kezdés előtt még sok teendő vár, így nekik néhány héttel előbb kezdődik a tanév. Egy fontos feladat, hogy azokat a gyerekeket, akiknek még pótvizsgálniuk kell, egy kicsit felkészítsék és megszervezzék a pótvizsgát. Hát én remélem, hogy sokan tudják a következő iskolafokban folytatni majd tanulmányaikat. Aztán természetesen az éves munkatervhez, munkaközösségi foglalkozásokon a javaslataikat, ötleteiket gyűjtik össze, szervezik, rendezik az osztálytermeket, és hát továbbképzéseken is részt vesznek, és egy tanévnyitó értekezlettel tulajdonképpen fogjuk majd kezdeni ezt az új tanévet. A 2011-2012-es tanév pedig idén is szeptember 1-én kezdődik minden oktatási intézményben, így a gyerekek csütörtöktől vehetik birtokba osztálytermeiket.